Új elnökkel folytatja értékőrző munkáját a Monták testület, a közmédia anyanyelvi és viselkedés kultúra ápolására létrehozott szervezete. Az elnöki feladatokat halála napjáig a Magyar Rádió legendás bemondója Badász Ágnes látta el. Új elnökként Acél Petra nyelvész kommunikációkutató egyetemi tanár viseli a tisztséget. Az új média retorika és érvelés tudománykutatója a tudomány és az oktatás területén is több hazai és nemzetközi elismerésben részesült. Tita Nilla folytatja vendégével. Acél Petra most a vendégünk, nyelvész, egyetemi tanár és a Monták testület elnöke. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Milyen célkitűzésekkel vette át a testület vezetését? Három ok miatt vettem át, és mondtam igen erre a megtisztelő felkérésre. Ezért, egyrészt azért, mert egyedülállónak tartom a Monták testület munkáját a hazai médiában. Ne felejtsük el, hogy feladataként a közmédia célul tűzi ki a nemzeti értékek őrzését, ápolását és a jövőre való megőrzését, és a Monták testület az anyanyelvvel és a kommunikációs kultúrával ezt meg tudja tenni. A másik az, hogy mint minden új elnöknek ilyenkor van lehetősége valami újat tenni, ebben a hitben ülök most itt, olyan képzésekben gondolkodunk, olyan hírekben, olyan a társadalomnak is adó folyamatokban, mint például anyanyelvi versenyekre való ellátogatás, szép kiejtési versenyeken való részvétel, vagy akár konferencia rendezése. És a harmadik ok pedig azért, mert az volt, mert hát gondoljon bele, én kutató is vagyok, micsoda nagy élmény nem csak nézni, hogy valakik miért és hogyan beszélnek szépen, vagy miért küzdenek problémákkal, hanem a háttérből meglátni ennek a mozgatórugóit és a javítási lehetőségeit. Tulajdonképpen ez a három ok lesz cél is. Tehát folytatni ezt az értékőrző munkát, és azért ez az értékőrzés egy kicsit több is, mint értékőrzés. Ez egy fejlesztés, a személyes fejlesztés is mindazoknak, akik a médiában dolgoznak. Szerintem a nézők kevéssé gondolnak arra, hogy a médiában dolgozóknak a kommunikációjukat edzeni épp olyan, mint mondjuk a testedzés, vagy az egészséges életmód. Ezt mi folyamatosan végezzük. Hát ez egy állandóan használt eszköz, és ugye azt hiszük, hogy az ember kész van felnőtt korára azzal, hogy hogyan beszél, de nem vagyunk kész. A hangunk elfakul, a kifejezéseink unalmassá válnak, néha csak üresben beszélünk, néha elfelejtjük, vagy megbocsátjuk magunknak a hibáinkat, egyébként én is sokszor, ebben tudatosulni és fejlődni kell. Tehát tulajdonképpen ezek azok a célok és kihívások, amelyek miatt én lelkesen ülök itt ma reggel is. Ma már volt szó itt az adásban arról, hogy a média piac hogyan változott az elmúlt években vagy évtizedekben, és ugye vele együtt változik a nyelvünk is, hiszen a nyelvünk a kultúránk része, ami folyamatosan alkalmazkodik a bennünket körülvevő világhoz. Most ebben a 21. században, a jelenlegi helyzetben milyen feladata lehet egy olyan missziót betöltő testületnek, mint a Monták testület? Alapvetés szerintem az, hogy a nyelv nem az egyéné, nem az egy emberé, hanem egy közösségi. Ebben az értelemben tehát a múltra és a jövőre nézve is felelősségünk van, amikor a nyelvet, tovább megyek, a kommunikációt használjuk. Ez a mai felelősség a Monták testületnek, meg a feladatok hatékonyságának is az, hogy belássuk, hogy a média rendkívüli módon hat ma a hétköznapi nyelvhasználatunkra. Sokkal inkább, mint akár több tíz évvel ezelőtt, és ennek több oka van. Az egyik az, hogy a média mindig elérhető. A másik az, hogy a médiában, mivel látható vagy hallható, valamilyen többletértéket tulajdonítunk a megjelenő híreknek, és a harmadik, hogy elvileg a médiából tájékozódunk, és azzal szórakozunk is. És ez nem csak a televízióra igaz a rádióra, vagy az online médiumokra is. Ez a többletfelelősség, ez a példaadás, ez személyesen önöknek is egy nagy kihívás, de az olyan szakmai testületnek is, mint a Monták testület. Tehát igazán ez az, ami minket most hajt. Nagyon jó munkát kívánunk önnek az elkövetkezendő időszakhoz. Köszönjük, hogy itt voltál. Köszönöm a lehetőséget.